Az Eszteregnyei őszi rózsa dalkör vidám nótázással érkezett a programra, ezzel is megadva a remek alaphangulatot. A gyermeki szüreti mulatságot immár második alkalommal rendezte meg a Rózsa Bölcsöde. Az intézmény szülőjét Hella Ferenc református lelkipásztor meg is áldotta. Én vagyok az igazi szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők, és azt gondolom, hogy ez azért fontos, mert a bölcsöde, ahol most vagyunk, tulajdonképpen egy ilyen kis nevelde, ahol elkezdik nevelni, elkezdik elindítani az életre a gyermekeinket. A napsütéssel érkezett kis eső nem tartott sokáig, így a gyermekek kipróbálhatták az előkészített játékokat. Volt csigafuttatás, őszi tökök görgetése, horgászás fateknőből, valamint szőlőszemezgetés és préselés is. A felfedező gyermekeket látva a szülők is nagy örömmel vettek részt a programokban. Annyi minden van itt, hogy az én gyerekem az nagyon jól érzi magát, előnyös. A lehetőségek között ételkóstolás is szerepelt. Vajas pogácsa, szőlős lepény, szilvás pita is szerepelt a kínálatban. A bölcsöde körüli lovaskocsikászást pedig szinte mindenki élvezte. Majd megfordulunk, jó?